reggeli, ebéd, vacsora. Naponta ötször egyek zöldséget és gyümölcsöt, sok folyadékot igyak, és még mozogjak is. Mennyi mindenre kellene egyszerre figyelnem? Már azt sem tudom, hol áll a fejem. A táplálkozási piramis segít nekünk eligazodni az étrendünk összeállításában. A legkisebb mennyiségben a magas zsírtartalmú táplálékokra és a hozzáadott cukorban gazdag édességekre van szükségünk. Ehhez képest 2,5-szer többet fogyaszthatunk húsokból, tejtermékekből vagy magokból, de zöldségekből és gyümölcsökből akár a háromszorosát is. Persze nem egyszerre. De a legtöbbet a gabonákból készült termékekből ehetünk, tehát a pékárukból, kenyérből és a főtt tésztafélékből. Jó, ha azt is tudod, hogy ezekből a gabonafélékből készült élelmiszerekből és ételekből a reggelinél ajánlott a legtöbbet elfogyasztani, körülbelül a teljes napi mennyiség felét. Ilyenkor még az egész nap előttünk áll, tehát sok energiára van szükségünk. Ezt a gabonák megfelelő tápanyag összetétele képes biztosítani a testünknek. Éppen ezért a legjobb számunkra a teljes kiörlésű lisztből sütött kenyér, korpás kifli, zappehelyből készített étel, például zapkása vagy műzli. Ebédre már ehetünk egy kisebb adag rizst, burgonyát, kukoricát vagy tésztát. Akkor vacsorára nem is ehetek ilyen ételeket? Csak zöldséget meg gyümölcsöt? Vacsorára is szabad bármelyik táplálékcsoportból ételt készíteni, nem csak zöldségekből. Fontos azonban, hogy a reggelihez vagy az ebédhez képest jóval kevesebbet vacsorázzunk, azért, hogy kíméljük a gyomrunkat a túlterheléstől, és így jobban tudunk majd aludni. A zöldségek és gyümölcsök fogyasztása étkezéstől és napszaktól függetlenül javasolt, mert ezzel nem csak szervezetünk, vitamin és ásványi anyag szükségletét fedezhetjük, de az emésztésünket is segíti. És mi a helyzet a hússal és a tejtermékekkel? A tejtermékek, a hús és a tojás emésztése hosszabb ideig tart, ezért ezeket inkább a nap első részében fogyasszuk. Reggelizzünk szalámit, felvágottakat, hal vagy tojáspástétomot. Ebédre érdemes a húsfélékből a napi legnagyobb adagot megenni, elsősorban csirkehúst, mert a húsok közül ez emészthető könnyebben. Ha tehetjük, hetente legalább egyszer halat is fogyasszunk, hogy fontos fehérjékhez, vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz jusson a szervezetünk. Szóval, ha a táplálkozási piramisnak megfelelően figyelek arra, hogy mikor, mit és mennyit eszem, akkor jól csinálom.